Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ez pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van. De mi ez ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen, letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek. Ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, s 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek: ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi.